Újabb 5 évre Áder Jánost választották köztársasági elnökké. Az államfőválasztás csak a második fordulóban dőlt el, mert első körben a jelenlegi köztársasági elnök a kormánypárti képviselők szavazataival sem kapta meg a kétharmados támogatást. Az országgyűlés a rendszerváltás óta 7. alkalommal választott köztársasági elnököt. Az államfőválasztásra elsőként az ellenzék nagy részének támogatását bíró Majtényi László érkezett. A volt ombudsman bent az épületben némi iróniával latolgatta saját esélyeit. Nagyon jó esélyek vannak, köszönöm. Az újbóli megválasztására készülő Áder Jánost az országgyűlés elnöke kísérte az ülésterembe, de nem állt meg az újságíróknak. Áder, nem áll meg egy pillanatra nekünk? Az országgyűlési képviselők a titkos szavazás előtt meghallgatták a két jelölt beszédét. Elsőként Majtényi László kapott szót. A Jobbik kivételével a teljes ellenzék támogatását élvező jelölt szerint helyre kell állítani a köztársaságot, és vissza kell térni a parlamenti demokráciához. Majtényi László jelezte, az eddigi államfők közül Göncz Árpádot és Sólyom László tekinti mintának, akik példát mutattak személyes autonómiából. Újonnan megválasztott köztársasági elnökként nem lennék fél óránál tovább hálás az engem megválasztó pártoknak. Hiszen a köztársasági elnök az alkotmány felett őrködik. A hála pedig bizonyosan nem alkotmányossági kategória. Áder Jánost az elmúlt 5 év megerősítette abban, hogy központi kérdésekkel tenni a teljesítményt. Beszédében felidézte 2012-ben tett ígéretét, amely szerint államfőként mindig a magyar érdekek és értékek szószólója lesz. Áder János a 200 évvel ezelőtt született Arany János gondolataival zárta beszédét, amellyel a jövő évi választások előtt kívánt üzenni a politikusoknak és a választóknak is. Nem gondoltuk meg, hogy ha haza nem lesz, akkor mi sem leszünk. Nem lesznek ökreink, juhaink, nem lesznek házaink, földjeink. Nem leszünk mi magunk, mert a haza ezekből áll. Most ez a kérdés, akarjuk-e, hogy éljen a haza, vagy sem. A sikeres államfőválasztáshoz az első fordulóban 2/3 támogatottság kellett volna, de 2 szavazat hiányzott ehhez. A titkos szavazás érvényes, de eredménytelen volt. A második fordulóban már az egyszerű többség is elegendő volt. Tisztelt Ház, ismertettem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés az alaptörvény 10. cikke első bekezdése alapján dr. Áder Jánost köztársasági elnökké 2017. május 10-i hatállyal megválasztja. Áder János a következő hetekben teszi majd le államfői esküjét. Újabb mandátuma 2022. májusában jár le. Az alaptörvény jelenlegi szabályai szerint ezután mindenképpen új köztársasági elnököt kell választani. Egy ellenzéki aktivista mondott beszédet, amikor Majtényi László felszólalt a parlamentben. Ezt Kósa Lajos mondta az államfőválasztás után. A Jobbik szerint Áder János újraválasztásával folytatódik az ország pénzének széthordása. Az MSZP-t nem lepte meg az eredmény, mert szerintük a választásnak inkább szimbolikus jelentősége volt. Sajtószabadság van Magyarországon. Kósa Lajos Majtényi László parlamenti felszólalására reagálva mondta ezt, amelyben a köztársasági elnök jelölt kiemelte, első törvénytervezetével a sajtó szabadságát próbálná helyreállítani. Beszélhetett az ellenzék előtt, a parlament előtt, sőt, a közszolgálati tévé egyenesben közvetítette az ő beszédét. Kósa Lajos azt is elmondta, míg Áder János a nemzet egészéhez beszélt, a baloldal jelöltje csak az ellenzékhez. A kormány támogatókról egy áraszót nem mondott, ebben az értelemben egy virtigli ellenzéki aktivista beszédet hallottunk, annak minden kellékével együtt. Egyik jelölt sem volt alkalmas arra, hogy a nemzet egységét jelenítse meg. Erről már Volner János beszélt. Magyarországon továbbra sem lesz demokratikus kontroll, ugyanúgy gátlástalanul folyik majd a rablás, ugyanígy folyik az ország pénzének széthordása a kormány közeli vállalkozók által. Hadházi Ákos szerint Majtényi Lászlóval egy igazi államfője is lehetett volna Magyarországnak. Áder János eddigi munkája viszont értékelhetetlen. Ez egy fehér lap, ez üres maradt. Az MSZP nem várt más eredményt, mint Áder János győzelmét a szavazáson.
Tóth Bertalan elmondta, a választásnak inkább szimbolikus jelentősége volt. Az ellenzéki pártok egy civil közösségnek a jelöltjét egységesen tudták támogatni pártállástól függetlenül, és lehetősége volt egy ilyen tudós embernek 15 percben a parlamentben szembesíteni a Fideszt a politikájával. A liberálisok a szabadságjogok, a jogállamiság és a környezetvédelem területén az eddigieknél bátrabb politikai fellépést várnak az újraválasztott államfőtől. Majtényi László az eredményhirdetés után azt mondta, annak ellenére, hogy nem választották meg, jelöléses sikertörténet. Azzal kapcsolatban, hogy készülek közéleti szerepvállalásra, azt nyilatkozta, ha testhez állónak érzi a feladatot, elvállalja. Van egy intézet, amelynek az elnöke vagyok, és engem ez az élet tökéletesen ki is elégít, és politikai karriervágyaim nincsenek. Majtényi hangsúlyozta, a politikai vállalása viszont csak március 15-ig szól, ekkor egy demonstráción vesz részt.